Köszöntöm a Duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Figula Mihály balatonfüredi borászt, 2022-ben az év bortermelője. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és talán elmeséli nekünk, hogy hogy lehet valakinek ilyen magas elismerése, hiszen a borászok között ez olyan, mint a filmesek között az Oscar-díj. Magyarországon ennél magasabbra nem értékelhetnek borászt, mint az évbortermelője. A nézőknek hadd mondjam még el, bevezetőül, hogy Figula Mihály édesapja, idősebb Figula Mihály, Isten nyugosztalja, ő már nincs köztünk, 2000-ben ugyancsak az évbortermelője volt, ha én a dátumra jól emlékszem. Igen, igen, igen. Hát köszönöm a meghívást. Valóban mi vagyunk az első család, ahol apa és fia is megkapta ezt a kitüntető díjat, amit úgy emlegetnek, ahogy ön is említett, hogy a borászok Kossuth díja Magyarországon, hiszen ez talán a legmagasabb szakmai díj, amit el lehet érni kis hazánkba, és hát nyilván innentől fogva fel van adva a lecke, hogy akkor most hogyan tovább, és hogy lehet a díjhoz méltóan folytatni azt a szakmai munkát, amit itt a szülők már jó régen, 1993-ban kijelöltek, hiszen akkor indult a vállalkozásunk. Emlékeztessen bennünket a folyamatra, hogy is van a kiválasztás. Önnek hány tételt kell bemutatnia, vagy értékelik az egész évi munkáját, és olyan szakírók, borászok, hozzáértők szavaznak ön mellett ilyenkor? Igen, de nem egy évnek a munkáját nézik, hanem gyakorlatilag az elmúlt években folyamatosan magas minőséget készítő borászokat szemelik ki azok a szakértők, akik fel vannak kérve arra, hogy jelölést tegyenek. És akkor az első körben kialakul 5 jelölt, akit éttermesek, szakírók, szomeliék, borkereskedők ajánlanak, és a legtöbb szavazatot kapott 5 jelölt lehet az év bortermelője, és miután az 5 jelöltnek a neve kiderült, akkor utána a második körben a Magyar Borakadémia tagsága szavaz, és így alakul ki a végső sorrend. Tehát az akadémia tagsága az már kimondottan szakmai szempontokból áll össze, ugye? És akkor már azok között, akik hát esetleg műkedvelőknek mondhatók, de szeretik az ön borát és önre voksoltak, az 5 kiválasztott ember közül döntik el, hogy ki legyen az év bortermelője. Így igaz, és hát maga már az 5-ös jelöltség az is egy nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen az 5 legjobb közé kerülni az minden borász kollégának egy komoly elismerés. Hát talán említsünk meg egy nevet. Ki volt a másik 4 között, hát aki például, jól ismert borász? Hát például Westergombi Csaba, aki azért érdekes a jelöltek közül, mert Westergombi Ferenc az ő édesapja is volt már évbortermelője, úgyhogy ő a másik, aki hasonló cipőbe járt, mint én, vagy Liptai Zsolt, a Pannonhalmi főapátságnak a borásza. Tehát azért ezek nagyon-nagyon komoly életművek, amiket ők letettek az asztalra. Melyek azok a tételek, kedves Figula úr, amelyek, hát, hogy is mondjam, minden további nélkül oda kerülhetnek a 2003-as borasztalra is, és hogy ön ugyanolyan büszkén mondhatja, hogy akár ezek a tételek is megérdemelnének valamilyen elismerést? Gyakorlatilag a 2020-as, 21-es, 22-es évjárat, ugye most ezekkel dolgoztunk itt az elmúlt években, ezek közül több nagyobb, nagyon szép tétel van. Egyébként maga a díj is nem egy, vagy két, vagy három bort szokott jutalmazni. Egyáltalán megjelöl bort a díj? Nem. A díj nem jelöl. Nem. A díj az alapvetően a borászati munkásságot is ismeri el, és hát ami nagyon-nagyon fontos még a díj kapcsán, hogy ugyan úgy tűnik, mintha ez egy embernek szólna ez a díj, mert hát valakinek oda kell adni, de a borászat az nem ilyen ágazat. Tehát, hogy én nekem egy nagyon-nagyon komoly kis profi csapatom van, rendkívül lelkes fiatalokkal, illetve a testvéremmel és édesanyámmal. Tehát, hogy ezt soha nem szabad úgy tekinteni, hogy valaki valahol egymaga borokat készít, szőlőt művel, hiszen ez lehetetlen. Ehhez nagyon-nagyon profi csapatra van szüksége.
Ha tehetünk egyáltalán ilyen összehasonlítást, akkor a 2000-es díj és az amögött lévő füredi borok, a figula pincészet borai, egyáltalán össze lehet hasonlítani 2002 figura pincészetének boraival? Hát ez egy nagyon... Az ízharmóniára gondolok például. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Azt szokták mondani, hogy ugyanabban a pincében, ugyanabból a szőlőből két ember nem tud egyforma bort készíteni. Tehát, hogy gyakorlatilag nyilván a készítőjének a kézjegye, az rajta van a boron. Tehát édesapám bora, vagy az én borom az értelemszerűen valamilyen szinten egymástól különbözik. Ugyanakkor a filozófia az rendkívül jól meghatározott a családba. Tehát mi termőhelyi borba gondolkodunk, nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy ezen a úton egyenesen haladjunk előre, nem férnek bele ilyen varga betűk, mert erre nincs idő. Tehát, hogyha márkát szeretnénk építeni, és azt szeretnénk, hogy a magyar bor ne csak Magyarországon legyen világhírű, akkor ezért nagyon-nagyon sokat kell tenni, és ilyen formán összehasonlítható, hiszen akkor is a termőhelyiség volt az ászlónkon, és most is ott van. Hát Magyarországon nagyon másba gondolkodni szerintem nem is érdemes, hiszen minden egyes borvidék a sajátos karakterét, ízjegyeit, illatjegyeit, ásványosságát átadja a szőlőnek. Innentől fogva egy magyar országon termelt Sauvignon Blanc, hiába világfajta a Sauvignon Blanc, azonnal például Balatonfüred csopakivé válik. És édesapámnak is ez volt a szemlélete, és az enyém is, tehát hogy ebben mi eléggé önazonosak vagyunk. A szemléleten egyébként öntől tudom, hogy nem nagyon kell változtatni, mert például ahol a önök szőlei vannak, ott már a rómaiak korában is volt bortermelés és szőlőtermesztés. Hogy is mondta, valahol olvastam öntől, vagy hallottam az interjút, hogy nem kell újra gondolni, ezt már kigondolták, és amit egyszer jól kigondoltak, azon nem feltétlenül kell változtatni. Igen, hát azt is szoktuk mondani, hogy a mi innovációnk a tradíció, és lehet, hogy ez ilyen furcsa hozzáállás a dolgokhoz, de meggyőződésem, hogy olyan országokba, ahol mondjuk háborítatlan volt a szőlőbortermelés kultúrája, nálunk sajnos nem ez történt, ugye két világháború utána a kommunizmus időszak, ami egy másfajta gazdasági berendezkedést igényelt, magánborászkodni például nem lehetett, igen, az rendkívül kártékony volt, de ettől függetlenül ezeken a domboldalakon, hát sok száz éve, illetve 2000 éve termelik a szőlőt, tehát itt már minden megtörtént. Itt az a lényeg, hogy nyilván a mai kor körülményei közé kell adaptálni a munkát, és a lehető legmagasabb minőséget becélozni, hiszen ezek a borvidékek a világ legjobb termőhelyei közé tartoznak, és én azt szeretném, hogy azok közt is emlegessék. Egyelőre nem itt tartunk. A termőhely, az önök termőhelye, az ugyebár elsősorban a fehér borokra épül. Most én úgy érzem, hogy most jön majd el igazán az önök ideje, nem mondom azt, hogy korábban nem itták Magyarországon a fehérbort, de volt az a bizonyos francia hullám talán 20-30 évvel ezelőtt, és ez inkább a vörösboroknak a dominanciáját jelentette. Most, mintha az emberek átálltak volna egy kicsit, és ismét felfedezték volna a fehérbort. Nem tudom, hogy jól látom-e. Nagyon érdekes, hogy ugye nyilván mindig vannak különböző hullámok, akár divathullámok, amik befolyásolják a bornak a fogyását. A mi borvidékünk egyébként egy vegyes borvidék. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy régen, ugye elsősorban a Tihanyi apátságnak köszönhetően, ez egy olyan borvidék volt, ahol durván 50% fehér szőlő mellett 50% kéket termesztettek. Aztán az elmúlt időszakban egy kicsit eltolódott a fehér irányába, a mai arányok nagyjából úgy nézhetnek ki, hogy 80% fehér, 20% kék szőlő. Mi ezt is követjük, és amit ön említett, az abszolút így van. Valószínű, hogy a fogyasztási kultúra, az étkezési kultúra is választott, egy picit eltolódott a fehér borokat jobban kívánó ételek mellé, gondolok itt a könnyedebb ételekre, halak, szárnyas, különféle
saláták. Nyilván ezek elsősorban a fehér bort kívánják, de én valahogy úgy érzem, hogy akkor dolgozunk jól, hogyha a bor színétől függetlenül tényleg a lehető legmagasabb minőséget célozzuk. Nekem van egy olyan vízióm, hogy egyszer ez az ország, ez majd abból fog élni, hogy a világ különböző pontjairól mindenféle gasztroturisták lepnek el bennünket, és a legjobb éttermeket és a legjobb borokat fogják keresni, hiszen nekünk nem csak a borkultúránk, hanem a gasztrokultúránk is borvidékenként változik. Hát mi nem tudunk két egyforma húslevest főzni, nincsen két egyforma halászlevünk, tehát ebben óriási lehetőség lenne, mert ezek az emberek, akiknek erre igényük van, sok ezer kilométert hajlandóak utazni azért, hogy finom étel kerüljön az asztalra, és hozzá finom bort kínáljanak. És akkor innentől fogva egy teljes repertoárral lehet szolgálni, Tokaj hegyaljától, Balatonfüredig, Villányon keresztül, Egerig, tehát hogy mi mindenre is képesek vagyunk, mert van több mint 20 borvidékünk. Ez nagyon érdekes, amit mond, hogy vidékenként akár alakulhat a gasztronómiai kínálat Magyarországon. Jó úton járunk, azt hiszem, e tekintetben, mert egyre másra halljuk, olvasjuk, hogy Michelin csillagos éttermeket találtak azok a szakértők, szakírók, akik eljönnek inkognitóba és megkóstolják az ételeinket. Igen, én azt gondolom, hogy a gasztronómia és a bor minden szintjén komoly javulásra van szükség, és nagyon-nagyon fontos, hogy a csúcsok mellett, itt ugye a Michelin csillagra gondolok, vagy a nagyon-nagyon jó minőségű magyar borokra, borzasztóan meg kell erősödnie a piramis aljának is. Hiszen én azt látom, hogy ott van komoly gasztrokultúra és borkultúra, ahol a társadalom minden szintjén minőségi a fogyasztás. Nyilván ehhez minőségi kínálatra is szükség van. Tehát nem fordulhat elő egy igényes boros országba, hogy ne legyen megfelelő minőségű például a bor, ami az étterembe az asztalra kerül. Azt hiszem, hogy a gasztronómiáról most beszéltünk, hogy elindult valami, de talán bízhatunk abban, hogy a bormarketing is egy kicsit jobb lesz Magyarországon, és már például most az angol példát hozom, nem csak a cserszegi fűszeresre fognak hajtani majd az angol vásárlók, hanem más országokban más magyar fehér és vörösborok is kelendőek lesznek. Na de hát ehhez nem szabad sajnálni a pénzt és a fáradtságot, ugye? Igen, az export egy nagyon-nagyon nehéz dolog, egy egészen másfajta szemléletet kíván, mint a belpiac, hiszen itt szeretnek bennünket, ugye ismerik a borászt, elmennek a pincéhez, találkoznak velünk, és a boron kívül egyéb élmény is hozzájárul magához a termékhez. Nem már csak a környezet, hát gondoljunk az önök szőlészetére így például. Van. Hát Füredről lenézni a Balatonra, Füred csopakról, olyan látványt tárul az ember szemmel. Igen, de csodálatos helyen vagyunk. Tehát aki már járt nálunk, az tudja, több száz éves tölgyfák, panoráma a Balatonra, tehát maga a hely is egy extra élmény. Na most ez külföldön nincs. Ott van egy üveg bor, vagy egy étteremben egy pohár bor, és annak a bornak ott helyt kell állnia. És ezért mondom, hogy nagyon-nagyon magas minőségre kell törekedni, mert az egész világ ott tolong Londontól Helsinkiig mindenhol, hogy oda kerülhessenek a piacra, és ezért erre tökéletes borra van szükségünk. Talán egy helyzeti előny most a mi malmunkra hajthatja a vizet. Van egy olyan trend, amit látok, és elsősorban komoly minőségi helyeken, komoly szállodákban, komoly éttermekben, hogy izgalmas dolgokra kíváncsiak az emberek, unikális, egyedi dolgokra. Na most a magyar bor ilyen, mi nem fogunk tudni nagy mennyiségbe, standard minőségbe bort szállítani, hiszen ehhez pici az ország, picik a borvidékek is, viszont rendkívül sok egyedi, unikális dolgunk van, és hogyha ezek valóban magas minőségűek, akkor ezeket könnyű lesz elhelyezni minőségi piacokon. De ehhez rengeteg munkára van szükség. Tehát ez, hogy a pincénél várjuk, hogy majd valaki bejön és bort vásárol, hogy elvigye külföldre, ez ma nem így működik. Ahhoz mit szól? Most eszembe jut, hogy én, hát ez még a rendszerváltozás előtt volt talán,
amikor a Tokaji mellett még egy borunk volt ismert külföldön, és hát jobbára a környező országokban, az Egri Bikavér. És akkor valamelyik labban olvastam, hogy egy ottani borkereskedő kifogásolta, hogy Egerből olyan Egri Bikavért szállítanak, minden évben más és más a zamata íze, aromája a bornak, és hogy ezért nagyon nehéz gazdálkodni vele, és ezért nehéz piacot találni abban az országban, amit ő képvisel bor forgalmazóként. És akkor eszembe juthat talán, hogy nem a borász hibája az, hogyha 1985-ben más íze volt az Egri Bikavérnek, mint 1986-ban, hiszen a szőlő termés is más volt. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez egy ilyen laikus megközelítés, és a hozzá nem értés mondatta ezzel az illetővel ezt a véleményt. Igen, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A mai világ az egy kicsit ilyenné vált. Tehát a standard, az egy elvárás. A standard ugye az egyforma, én azt szoktam mondani, hogy ami standard, az egyformán rossz. Mert hogy tesznek érte, hogy az mindig ugyanolyan legyen. Ha belenyúlnak egy folyamatba, ne adj Isten egy szőlészeti, borászati folyamatba, akkor az már ne legyen minőségi. Tehát az attól egyforma, mert valamit ott a gazda hozzányúlt a jóisten dolgához. Uh-huh. Tehát, hogy a szőlő és a bor az évjárattal változik. Ugyanakkor az nagyon komoly felelőssége a szőlész-borász szakmának, hogy minden évjáratból a lehető legmagasabb minőséget kell kihozni. És nyilván a legértőbb helyeken azt, hogy két évjárat között van különbség alkoholtartalomba, savtartalomba, az teljesen normális, hiszen a napsütés és a csapadék mennyisége és egyéb dolgok befolyásolják, hogy milyen a bor, de egy dolog az nagyon fontos, hogy tökéletesnek kell lennie. Tehát a világ legjobb borászatai, azok évről évre kimagasló minőséget készítenek, persze az alkoholtartalomban van egy vagy két térfogat százalék különbség, az benne van, de olyan világot élünk, ahol én azt látom, hogy ha valaki nagyon-nagyon jót termel, akkor el tudja adni. Ha az már egy hajszál alatta van, akkor már egyáltalán nem biztos, hogy piacot talál magának. Az ön neve az meglehetősen jól csengett már eddig is, még az év bortermelője cím elnyerése előtt Magyarországon. De azért bátorkodom megkérdezni, hogy ez csak a laboratóriumban és a szobában a számítógép előtti tevékenységet jelenti, vagy kimegy ön is a területeire, a szőlőtermelő területeire? Én olyannyira nem vagyok modern ember, hogy egyáltalán nem kell, hála Istennek, és nem is nagyon foglalkozom számítógéppel, leveszik a vállamról ezt a feladatot a hölgyek a cégnél, és próbálok a cégnek a szakmai részével foglalkozni. A testvérem foglalkozik gyakorlatilag a cégvezetéssel, tehát azzal nekem nem sok feladatom van, úgyhogy én gyakorlatilag a borászati munkáért felelek a cégen belül, és próbálok a szőlészeti részébe is részt venni, amennyit tudok, de elsősorban a borászati részért felelek, de nem kell más egyéb dolgokkal foglalkoznom, és ez nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen ez attól szép ez a szakma, hogy az ember gyakorlatilag ott van folyamatosan a pincébe. Én teljesen hitelesen tudok borkóstolót is tartani, bármit kérdezhetnek tőlem bármikor, mert gyakorlatilag ott élem az életemet, és én ettől szeretem a szakmámat. Tehát az én mindennapjaimat ezek a modern dolgok, hála Istennek, nem mérgezik. Nem véletlenül kérdeztem öntől, amit kérdeztem. 1998-at írhattunk, és a Magyar Borok Házában fent a várban, ahol az év kiemelkedő és nagyon jó nevű borászai időnként Nyikos István vezetésével ott bemutatták a boraikat. És így volt nekem szerencsém, vagy 97-ben, vagy 98-ban, pontos dátumra nem emlékszem, az ön édesapjával találkoznom, és én akkor szembesültem először azzal, hogy a figurapincészet micsoda bort állít elő.
És egész estét betöltő borkóstolók voltak ilyenkor, és hát volt lehetőségem hosszasan beszélgetni az édesapjával. És amikor már a második pohár bort kóstoltuk, akkor vettem a bátorságot, és megkérdeztem tőle, hogy miért néz így ki az ön keze? És tele volt különböző sérülésekkel, vágásokkal, nem voltak olyan ápoltak a körmei, már bocsánatot kérek, hogy ezt mondom. És ezt úgy összebarátkoztunk, hogy ezt én merhettem neki ott mondani. Hát mondom, akinek ilyen neve van, az nem dől hátra a fotelba is. Nem csak azzal törődik, amikor szüret után neki meg kell kóstolni a bort, és azt mondani, hogy igen, mehet az érlelőbe, vagy mehet a palacba, vagy bárhova. Azt mondja az édesapja akkor nekem, hogy ő addig él, ameddig ki tud menni, és megfogja a kapát, vagy az ásót, vagy beindítja a motort, hogy mozgassák a földet. Őnek ezt jelentette az élete. Igen, hát ez csak úgy lehet jól csinálni, ha valaki szereti. Tehát ebbe effektív részt kell venni. És egy figulabor attól figulabor, hogy a tulajdonosok ebben benne dolgoznak, és nem is esik nehezünkre. Tehát édesapának se esett nehezére. Tehát neki nem azért volt olyan a keze. Ő egyszerűen szerette. Tehát mindig ott volt, mindig a szőlővel és a borral foglalkozott, hiszen ma divatos szóval, hát ez egy kézműves termék, tehát mi készítjük. Igen. Önöknek, és hogyha jól sikerül, akkor sok boldog tekintet, meg mosoly érkezik utána. Tehát, hogy én mindig azt gondolom, hogy ez egy óriási felelősség. Hát mi készítünk valamit, amit emberek megvásárolnak, és elfogyasszák. Tehát én nekem nagyon finom, kristálytiszta, egészséges borokat kell készítenem, ahhoz, hogy ebbe az emberek örömüket lejjék. Ez egy élvezeti cikk, tehát a bornál szebb ital számomra nyilván nincs, de bizonyítani tudom, hogy másnak sem. Tehát, hogy bort fogyasztani, az egy egészen más minőségű iszogatás, mint hogyha az ember bármi mást inna, rengeteg komoly emberrel sodort össze bennünket az élet, és mindig azt állapítottuk meg, hogy a bor azt tágítja az elmét. Nyilván egy bizonyos mértékben, de egészen más típusú beszélgetések alakulnak ki két pohár bor mellett, mint hogyha az ember valami mást fogyasztana. Szóval a lényeg azt hiszem az, hogy a munkás kéz az változatlanul függvénye annak, hogy milyen bor kerül az asztalunkra. Így igaz. Beszélgetésünk végére hagytam még egy dolgot. Az ünnepek előtti héten volt itt vendégünk Jakab István, a Magosz elnöke, az országgyűlés alelnöke, és hát azzal kezdtük a beszélgetést, hogy cudarév van mögöttünk, már ami az aszályt és a szárazságot illeti. Azoknak a kultúráknak, amelyekről én ővele beszélgettem, hát ott meglehetősen nagy kárt okozott az esőnek az elmaradása. A szőlőkben talán nem szembesülhettek olyan kárral, hiszen tudjuk, hogy a szőlőnek a gyökere az nagyon mélyre tud hatni, ezért aztán olvastam is öntől, hogy nem feltétlenül foglalkozik azzal a gondolattal, hogyha ne adj Isten, lesznek még ilyen évek, hogy öntözni kell kezdeni a bort. Igen, nagyon érdekes. Tehát egyrészt az éghajlat változással foglalkozni kell. Tehát, hogyha valaki ezt a gondolatot így elhessegeti, akkor tényleg nem lát a jövőbe, meg nem gondolja komolyan a saját szakmáját. Tehát nyilván 2000 volt egyébként az első forró évjárat. Én erre nagyon emlékszem. Uh-huh. Tehát pont a 2000 az évezet, ott, hogy fordultunk, hogy ott jött egy olyan nyár, amit így nem nagyon értettünk. És azt hittük, hogy van egy kis ciklikusság az időjárásban, és majd így visszazökken minden a helyére. Aztán nem így lett. Hát nyilván az, hogy 60 vagy 70 napig nincs eső, pont a vegetációban, az a legrosszabb. Az, hogy tartósan 30 fok fölött van a hőmérséklet, mi ehhez nem szoktunk hozzá. Tehát, hogy a kártevők érkeznek, olyan kártevők, akik
nem erre a, nem Magyarországra jellemzőek, úgyhogy kismillió probléma van. A vízgazdálkodás az egyik legfontosabb kérdés lesz a jövőbe, és én azért mondtam, hogy nem akarok öntözni, mert a szőlőnek oda csöpögtetni a vizet föntről az azért nem jó, mert okos növény akkor oda fogja növeszteni a gyökerét, nem megy lefelé. Tehát nem fog törekedni arra, hogy keresse a vizet. Föntről öntözni a szőlőt semmiképpen sem volna szerintem jó. De a vizet megtartani az ültetvényen, az nagyon fontos. És ezért mondtam egy picit ilyen, talán romantikusan, hogy az mi innovációnk, a tradíció, hát mindent kitaláltak már a szőlővel. Tehát a paraszti időkben azért voltak kitányérozva a gyalogszőlők, mert abba a tányérba összegyűlt a csapadékvíz. Most, amikor ugye ritkán esik, de akkor nagyon, akkor különösen fontos lenne, hogy a csapadék ne zúduljon le a hegyről a völgybe, mert hogyha nem fogjuk, akkor egyszerűen lefolyik. Régen minden egyes tőkénél 30-40 liter víz megállt. És az szépen lassan beleszivárgott a földbe. Tehát, hogy ezért kell mindig visszanézni, hogy annak idején mit csináltak. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy foglalkozzunk az időjárás változással. Nehéz év volt a 2022, ugye a szőlő olyan szinten okos növény, hogy akkor, amikor sok kéri, tehát tartósan meleg az idő és nincs csapadék, akkor csak és kizárólag a túlélésre törekszik, és nem foglalkozik a terméssel. És ezért történt az, hogy a szüret elején eléggé gyenge minőségű szőlőket lehetett szüretelni, mert nem csinált semmit. Se a cukortartalma nem növekedett, se a savtartalma nem csökkent. A szőlő egyszerűen beállt egy olyan védelmi pozícióba, hogy maga a tőke ne pusztuljon el. Na most azon kell nekünk szőlészeti oldalról nagyon-nagyon sokat gondolkodni, hogy tudunk segíteni a növénynek az ilyen évjáratokba, milyen trükköket tudunk bevetni, hogy meg tudjuk tartani azt a kevés vizet a talajba is, ami van, és ezen kívül a növénynek a lombját úgy alakítani, hogy ezeket az extrém melegeket valahogy túlélje. Hát a napégés mint probléma, az ma már egy olyan szinten látható gond, hogyha kint vannak a fürtök, feketére tudja égetni a szőlő bőrét, a szőlő héját a napsütés. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nagyobb lombak dolgozzunk, akkor az jobban árnyékolja a talajt is a kipárolgással szemben, illetve a másik sort is. Tehát, hogy sok-sok apró trükkel dolgozunk azon, hogy valahogy a növény túlélje azt az extrém változást, ami ellen mi tehetünk, mert mi bemegyünk az árnyékba, ő nem tud. Okos növény, okos borász, a figula pincészetben mind a két dolog adott, tehát mi borfogyasztók hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy amikor kérünk majd egy pohár figula bort, annak ugyanolyan jó lesz a minősége, mint ahogy megszokhattuk az elmúlt években. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, mi nagyon igyekezni fogunk, hogy így legyen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a duettel.